Az Óbecsei Főnix Plusz a fogyatékkal élők érvényesülésének egyesülete pénteken a Felszabadulás téren sportversenyt szervezett KUP Becseje 2019 elnevezéssel. Ez egy köztársasági szintű verseny, melyen 15 fogyatékkal élő személy vett részt Szerbia 12 városából. A versenyszámok pikádó, függő tekegolyó, valamint mechanikus és elektromos kerekesszék verseny. Nagyon szeretünk ide eljönni, szeretjük Óbecsét, és minden várost szeretünk, ahova elmegyünk. A rendezvény kitűnő. Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették és megszervezték ezt a versenyt. Már negyedik alkalommal vagyok itt Óbecsén. A rendezvény nekünk nagyon tetszik. Elégedettek vagyunk az önök elnökével, Óbecse község elnökével, a mi egyesületünk elnökével, és azokkal, akik ezt a rendezvényt megszervezték. A barátkozás magas szinten van. És bár sportversenyről van szó, mégsem az eredményt tartották fontosnak, inkább a barátkozást és a fogyatékkal élők érvényesülését. A rendezvényt Dragan Kovacev és Stefaniga Csaba, a községi tanács tagjai nyitották meg. A mi célunk az, hogy találkozzunk, összejöjjünk, barátkozzunk, felismerjük egymást, és hogy folytassuk, hogy rájöjjünk, hogy hogyan is kapcsolódunk mi be a társadalmi közösség tevékenységeibe. Mert ami nagyon fontos, az az, hogy mi is egyenrangú emberek vagyunk. A helyi önkormányzat megértésének, felismerésének és akaratának köszönhetően mi évről évre megszervezhetjük és folytathatjuk ezt a hagyományt, ezt a sportversenyt. Az egész rendezvényt úgy nevezném el, hogy egyenle esély mindenkinek, hiszen lássuk, hogy a tolókocsis emberek is, a mozgássérültek is a társadalom részei. Ez a rendezvény ez tükröző, hogy igenis aktívak a mozgássérültek, és igenis részesei a társadalomnak. A verseny befejezését követően a résztvevők a közeli vendéglátóipari létesítményben folytatták a barátkozást, azt remélve, hogy jövőre is egészségesen és újra jó hangulatban találkoznak.